A mezőgazdasági termelést a bonyolultság, a sokoldalúság és az állandóan, dinamikusan változó állapot jellemezte. Az időjárás kiszámíthatatlansága miatt ez a foglalkozás, hobbi alapvetően különbözik minden más tevékenységtől. A részletekről Ézsiás Antallal beszélgettünk. Nincs két egyforma év, ki vagyunk téve az időjárás nyújtotta helyzetnek, az idő a gazda, mondja Ézsiás Antal sok éves tapasztalata alapján. A naspolya az egy jellezetes növény, amelyik lényegében szórványkertekben, zárkertekben található. Lényegében, ahol én korábban dolgoztam, ugye Csongrád mellett Csépán, ott a Holtisza mentén több helyen volt, különböző fajta változatok, de Szentes és Csongrád egyik jelentős termőhelye, és ott megszerettük, és utána hoztam ide egy növényt, amelyik jelenleg is terem. Hát a birsalma is egy olyan növény, ami a régi paraszti hagyománynak a gyümölcse, mint hogy gyakorlatilag a dió, meg a magyaró, meg a birsalma, amelyeket tovább lehetett árulni. Szekrény tetején, kamrákban több helyen ugye el lehetett tenni. Rövid szárra levéllel takarították be, vagy szedték le, és ezzel lényegében karácsonyig egy jelentős vitaminforrás volt. Hát nekem is van pár birsalmafám, amelyik lényegében ugyanazt a gondot jelenti, mint az alma. Fajták, amelyek minden betegségre, károsítóra ugye hajlamosak, és nagyon nehéz védekezni. Hát a sütőtök az szintén gyerekkorom régi gyümölcse, vagy zöldsége, ahogy nevezzük, és ott a hagyományos, régi nagy dobosi jellegű tökök voltak, a nagy szürke gerezdes tökök. Ez, amit én itt most termelek és kiállítottam, ez egy újabb, egy kanadai, úgynevezett oranzsfajta, amely kevésbé érzékeny. Az íze talán nem annyira parázs, mint a hagyományos töké, de sokkal biztosabb, hogy ez jó ízű és élvezhető. Sok minden van, amit még nem tudtam megmutatni. Zsákba lévő sárgarépát, petrezselyem gyökeret, burgonyát, amelyik szintén hűvös helyen és fagymentes helyen van. Aztán hoztam fel olyan exotikumot, mint itt van a kardvirág, meg a tubarózsa, amelynek szintén az a lényege, hogy teljesen kiszárított állapotban egy ilyen 5-6 fokos hőmérsékleten tavaszig, amíg ültetésig, májusig biztonságosan áttelelhető. Ha leterem valamilyen növény, ilyen a borsó például, amelynek a helye üresen áll, mindaddig, amíg ki nem találjuk, hogy be kellene vetni. Nem egy szerencsés gondolat, mert a másodvetés ezen a területen nagyon rizikós. Hát így került bele a talajba a cékla, meg a fekete retek is, amely sok öntözéssel, borha elleni védelemmel lényegében eddig jutott, hogy most egy téli vitaminforrás. Veteményes kertnek egyik nagyon jelentős része az, hogy vízfogyasztásra, ajándékozásra, egyébekre használjuk. De a legelső, talán a legszebb a növényt, azt meghagyjuk magnak. Itt van a cukkini, a csillagtök, vagy itt van a sütőtökből is, amelyiket most itt kitette magot, amely ugye az legelső időtől kezdve végig érik, gyönyörűen beérik, és annak a magját megszárítva most tárolom. A tél a pihenés ideje a természet számára is. Lelassul a növények életritmusa, magnyugalom, felkészülnek az elkövetkezendő feladatokra, nekünk pedig védekeznünk kell az erős fagyok ellen. Befedéssel, takarással, meszeléssel. Ez a tél a felkészülés időszaka, részben testileg, részben lelkileg. Hát a helyzetet azt nem akarom ecsetelni, hogy milyen időszakban élünk, tehát nagyon nehéz ilyenkor tervezni arra, hogy ma jövőre mi is hogy történik, de én konkrétan ugyanúgy készülök, mint ezelőtt 10-15, vagy éppen tavalyi évben készültem. Amikor én betakarítottam, nagy nehezen a sok csapadék miatt, utána jöttek az esők, és a szántás még nem történt meg, de lényegében csak annyi kell, hogy egy olyan faj legyen, amelyik a gépet elbírja, és egy tisztességes munkát tudjon végezni. Segítenünk kell a madarak átteleltetését is, szakszerű etetéssel. Kitettem a madáretetőt, amelyben apraforgó van, és sele dió vagy apró dió béltörmeléket teszek ki, amelyre jönnek ugye az énekes madarak, a cinkék, és most, amit érzékelek, talán a verebek túlsúlyban jelentkeztek. Ez tavaszig így megy nálunk, úgyhogy van törzsák napraforgóm, amelyiket rendszeresen adagolok a madaraknak.
A térre pincében, homokban betárolt terményeket, így a burgonya, hagyma, alma, zöldségek időnként nézzük át és válogassuk át, tanácsolja a szakember, aki azt is megmutatta, hogyan kell szakszerűen tárolni a jövő évi vetéshez szükséges magvakat, virághagymákat.